5. alkalommal gyűltek össze a megye települései annak érdekében, hogy a világ elé tárják mindazokat a helyi értékeket, melyek identitásuk megtartásához, a hagyományaik megéléséhez vagy épített környezetük értékeihez tartoznak. A Vár megye a Tolna megyei önkormányzat kezdeményezésére jött létre, és mint maga a rendezvény is mutatja, az értéktári mozgalom ebben a régióban értőfüleket nyitott meg. Nem véletlen, hogy Tolna megye a harmadik legtöbb helyi értékkel rendelkező megye az országban. Alapvető célunk a Vár megye akció beindításakor az volt, hogy próbáljuk összehozni a Tolna megyei településeket. Mérettől, fajtától, elhelyezkedéstől függetlenül legyen egy olyan közös programunk, ami a megyéhez is kapcsolódik, valamint minden egyes településhez. Az ország egyik területében, népességében és felkapottságában legkisebb megyéje itt tart, az nagyon jó érzés. Nem utolsó dolog az, hogyha megismerjük a saját értékeinket, ez sokszor még a családban is így van, hogy az apróságok számára váratlanul derül ki valami, és ez bizony nemhogy a megyébe, hanem egyes falvakba, városokba is állandó jelensége ennek a mozgalomnak, hogy felszínre kerülnek olyan értékek, a múltnak vagy akár a jelennek olyan dicsőségei, amiről a nagy többség nem tudott. Tehát van az identitásba, az idetartozásba is jelentősége ennek, és óhatatlanul jelent a megyének egy marketinget kifelé, és látni való, hogy nem csak saját magunknak, ugye itt vannak a hargitai testvérek Székelyföldről, akikkel most már közösen tanulgatjuk azt, hogy ki hogy viszonyul odahaza az értékeihez. Az idei évforduló hozta, hogy ezúttal nem egy kis település, hanem a megyeszékhely kapta a rendezési jogát. Most 5. alkalommal kerül megszervezésre az Értékek Napja a Tolna megyében. Ez egy kerek szám, és úgy gondoltuk, hogy most megérte valóban az idő ilyen szempontból arra, hogy ezt idehozzuk Szekszárdra. Mi nagyon tudunk rendezvényt szervezni, úgyhogy azt gondolom, hogy itt is megfelelő körülményeket tudtunk teremteni. Az, hogy a megyeszékhely befogadja ezt a rendezvényt, megmutatja magát, próbálja erősíteni azt, hogy mi megyeszékhely vagyunk és megyeközpont vagyunk, de a partnerekként és egyenrangú félként kezeljük a településeket, és egy ilyen alkalom kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy ezt meg is mutassuk. Hiszen mindenki valamire büszke, vagy valamikre büszke, ami a történelmében, a hagyományaiban, a tradícióiban rejlik. Hiszen minden település azért alakult úgy, ahogy alakult, mert ezekre az értékekre épített. Itt természetesen Szekszárd is. Nagyon sok értékünk van, akár a borászatban, a gasztronómiában, vagy bármiben, hogyha visszatekintünk az elmúlt évtizedekre, évszázadokra, akkor büszkék lehetünk azokra az értékekre, amire építünk. És én azt gondolom, hogy az, ami a szekszárdi embereket meghatározza, a munka iránti alázat és a szorgalom, az nagyon-nagyon fontos, de nem csak a szekszárdiakra érvényes vagy jellemző, azt, hanem Tolna megye valamennyi lakójára. És például ez az a kapocs, ami összeköthet bennünket, hogy tudjunk, hova szeretnénk menni, amit megcsinálunk, azt sikeresen csináljuk meg, és azt tudjuk, hogy ha el akarunk valahol jutni, azért nem csak tehetséggel kell bírni, hanem nagyon sokat kell dolgozni, és azt gondolom, hogy ebben mindenki egyetért. Volt, aki a főztjével, más a viseletével, vagy a település különleges termékeivel tündökölt. Tudunk egy olyan értékmentő tevékenységet folytatni, amivel ezt a veszélyt meg tudjuk előzni, és ezen is vagyunk, hogy a mai értékeket és a mai létező értékeket is be tudjuk mutatni, pontosan ezért, mert ezek talán hozzák magukkal a többit is, hogy gerjesztenek egy olyan folyamatot, hogy ezek folyamán az emberek több értéket, értékes dolgot feltárnak és ajánlanak felénk is. Tornaváros önkormányzata is és én is nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ezeket a hagyományokat tovább vigyük. Teljesen mindegy, hogy ez nemzetiségi érték, vagy épített érték, vagy népművészeti érték, vagy viselet, vagy bármi más. De például néhány évvel ezelőtt a tolnai receptkönyvet is azért adtuk ki, hogy ezeket az értékeket be tudjuk mutatni. Ez a kiadvány ez nem csak recepteket tartalmaz, hanem tolnai történeteket is, hiszen azok is fontosak. Meg kell találni valahogy azt a pontot a gyerekek, fiatalok figyelmében, hogyha odafigyelünk rá, én azt gondolom, hogy ha mi magunk fontosnak látjuk, és a gyerekeinknek ezt tovább tudjuk adni, akkor én remélem, hogy ők is fogják majd főzni a tolnai krumplinoklit, tudni fogják, hogy a tolnaiak miért sárgalábúak, meg fogják őrizni és fel fogják ismerni a tolnai templomot, a tolnai kékfestők munkáját, a Versegi Ferének a habánkerámiáját és a mözsi viseletet, a mözsi klumpát. Tehát vannak olyan értékek, amit mi őrzünk, és remélem, hogy a gyerekeink is ezt fogják tenni. Bogyiszlón kezünk ügyében szinte ott vannak a környezetünkben az úgynevezett értékek, mihez most ilyen gyűjtést helyesen kezdeményeztek a döntéshozók, és ezek a szemünk láttára csukódnak be a mindennapi életből, kiáramolnak, és a művelése bizonyos értékeknek hát éppen napjainkban, vagy az elmúlt 20 években szűnik meg, ezért ha nem veszük őket számba, eltűnnek olyan emberek sajnos az élet miatt, vagy művelése bizonyos dolgoknak háttérbe szorul, azért, mert megy az életük előre, és a fejlődés egyszerűen felszakítja ezeket a régi világot, amiben ezek az értékek ott voltak a lábunk, a szemünk előtt, kezünk ügyében. Ezt a létező veszélyt akarja elhárítani az értéktelen mozgalom, és ezeknek az értékeknek az összegyűjtését célozta a minden esztendőben a Vármegye program is. A legrangosabbak pedig tolnaiikummokká válnak, mint idén a Simontornyai Vár és a tolnai kékfestő.